Köszöntöm Önöket! Amikor 1885-ben a német Karl Benz elkészítette az első belső égésű robbanó motorral hajtott kocsit, talán senki nem gondolta volna, hogy alig 15 esztendővel később Magyarországon már meg is alakul a Magyar Automobil Klub. A szervező Reimann Gyula a főtitkára lett a MAC-nak, és 1901-ben a budapesti lóversenypályán megrendezte Magyarország első autókiállítását. Ez az esemény egyben a magyar autósport kezdete is volt, hiszen hazánkban itt mérkőztek meg először hivatalosan négykerekű járművek egymással. Két esztendővel később pedig megszületett az az arisztokrata fiatalember, aki hercegi címe ellenére beírta magát a magyar autóversenyzés nagykönyvébe. Az első automobilt, egy Benz Vélót, állítólag egy Hajsek Béla nevű műszerész hozta be Magyarországra 1895-ben. 5 évvel később pedig elkezdődött a magyar autósport története is. És amikor a világ kezdett beleszeretni a száguldásba, 1903-ban megszületett herceg Eszterházy Miklós Pál és Ciráki Margit grófnő második fiúgyermeke, Eszterházy Antal Pál. Mivel a hercegi cím örököse bátyja volt, másodszülöttként nem kapott olyan szigorú nevelést, így megtehette, hogy a tanulás mellett mással is foglalkozzon. Imádott vadászni, lovagolni, síjelni, vitorlázni, és beleszeretett az autókba is. 1925-ben már második helyen végzett egy szervezett túraúton, majd rá egy évre elindult Almási Lászlóval élete nagy kalandjára, és gépkocsival átszelték a numíbiai sivatagot. Az ifjú hercegnek volt még egy jó barátja, Zicsi Tivadar, aki akkor már autóversenyzőként is hírnévre tett szert. Nem csoda hát, hogyha 1927-ben egy svábhegyi versenyen már Eszterházy Antal is az indulók között volt. A korabeli hírek szerint egy robosztus, korántsem szűk szerpentinekre tervezett Mercedes-Benzzel olyannyira jól vette a kanyarokat, hogy már az első nekifutásra bement a sokat sejtető 5 perces feljutási szintidő alá. Kategóriájában a második, az összetettben 7. helyen végzett. Ám mivel abban az időben a Bugatti volt a versenyautók királya, és aki ilyen autóval indult el egy viadalon, az nyert is, Eszterházy Antal herceg is vásárolt magának 1928. májusában. Egészen Franciaországig utaztak Zicsi gróffal az autóért, ott gyártották ugyanis a Bugattikat. Alig egy hónappal később már rajthoz is állt vele egy rakamaz és Nyíregyháza között elterülő síkversenyen, ahol 3. lett. 2 héttel később a Mátrában győzött, majd 2 hónap elteltével a Semmeringen Zicsi gróffal maguk mögé szorították Európa menő autóversenyzőit. A herceg 3., barátja pedig a 2. lett a rangos eseményen. Ebben az esztendőben folyamatosan az élmezőnyben volt Eszterházy Antal, sőt az idény végén Táton még az új magyar sebességi rekordot is megdöntötte kocsijával. Noha a Bugatti gyár ígéretet tett a két fiatal arisztokratának, Eszterházy hercegnek és Zicsi grófnak, hogy egy sikeres idény után félgyári státuszt kapnak, a gazdasági válság ezt megakadályozta. Még a következő esztendőben rajthoz állt piros-fehér-zöldre festett Bugattiával egy Côte d'Azur-i versenyen, a gépkocsi a meghibásodása miatt azonban azt fel kellett adnia. 2 hazai versenyen még elindult, aztán a svábhegyi futam edzésén kisodródott és hatalmasat bukott. Bár gyorsan felgyógyult a sérüléseiből, de a gazdasági válság miatt már nem állt többé rajthoz. Bugattiát szerencsére nem kellett eladnia úgy, mint barátjának Zicsi grófnak, de a versenyzést lezárta és visszavonult ozorai birtokára családot alapítani. Elvette feleségül Apony Gabriella grófnőt, és 1936-ban megszületett kisfiuk Antal. A II. Világháború azonban véget vetett az idillnek. A herceg 1941-ben önként bevonult, megjárta a Don kanyart, ám 1944. december 31-én Sárisápon, a frontvonalban hősi halált halt. És ismét nagyon sok szeretettel köszöntöm itt a stúdióban herceg Eszterházy Antal urat, illetve Bardi Terézia történészt. Köszönjük szépen, hogy elfogadták meghívásunkat. Hogyha jól gondolom, akkor az ön édesapja nem volt egy tipikus arisztokrata fiatalember, hogyha szabad így mondani, mai szóhasználattal élve talán egy vagány fiatal életet élt. Hát vagány fiatal életet remélem élte, de gondolom, hogy az megfelel az ő személyiségének és elképzeléseinek. Ne felejtsük el, hogy ő a családnak a 2. fia volt, és neki nem volt olyan szigorú előírása a jövővel kapcsolatban, és a családi vagyonnal, a hitbizonymánnyal kapcsolatban,
mint testvérének, Pál hercegnek, aki teljesen erre a szerepre lett nevelve és felkészülve, és a második, és aztán utána a harmadik, László herceg, a harmadik fiú, a második és a harmadik tulajdonképpen szabadon elhatározhatták, hogy mit kezdenek az életükkel, és főleg, hogy hogyan akarnak a nyilvánosság elé lépni. És édesapámnak ez volt az elképzelése, és ez nem csak az autóversenyzésre vonatkozik, hanem sok más sportra is. Ő nagyon jó síelő volt, ő kitűnő úszó volt, ő hegymászó is volt, és felfedező, tudnélik Almási Lászlóval, ő volt az első, aki gépkocsival átszelte a núbiai sivatagot. Tulajdonképpen mindent, amit valaki más még nem kísérelt meg, vagy fedezett volna fel, abba ő mindig belefogott, és próbált igazán eredményes lenni, és azt hiszem elérte. És különösen az autóversenyzésben az volt neki a nagy passziója és tehetsége is. Egyébként így a technika fejlődése szempontjából ugye a 20. század elején is egyfajta nagy robbanást tapasztalhattunk. Mi minden fejlődött a 20-as, 30-as években? Ó, hát rengeteg minden, de térjünk egy pillanatra vissza a beköszöntőben elhangzottakra. Ugye Eszterházy Antal herceg egy fantasztikusan tehetséges autóversenyző, de a magyar arisztokráciának számos más tagja is versenyez, és hadd említsük itt meg most Szapáry grófot, aki a MAC-nak az első elnöke. Ugye gróf Szapáry Pál indul ezen a bizonyos tatterzáli versenyen kívül egy Daimlerrel, egy 24 lóerős Daimlerrel, és 11 perc 53,6 másodperc alatt megteszi a versenyt. Most puskáznom kell. Ez 54... jó időnek számított egyébként így akkor? Így van. 54 km/h átlagsebessége. Az óriási volt. Az egy óriási volt. Hát gondolj be, hogy hányban vagyunk. És azt hiszem később Zicsi Tivadar. És Zicsi Tivadar. Így van, és Eszterházy Antalnak egy nagy versenyzőtársa is. A másik, amire szeretnék most még figyelmet terelni, az egy nagyon érdekes dolog, hogy elindulnak külföldön a Gordon Bennett versenyek, amikor is az Automobil Club de France úgy dönt 1905 végén, hogy helyettük megalapít egy díjat, és ez lesz a Grand Prix de France. És ezért a Grand Prix de France első versenyét most puskázok, hogy ne tévesszek, 1906. június 26-27-én tartják egy országúti pályán. Érdekes, amit én arra jártam is, tehát most érdekes volt felfedezni, hogy itt folyt az első Grand Prix, a Le Mans-Saint-Calais Ferté-Berna pályán, ez egy 103,18 km, és naponta 6-szor kellett megtenni. Ez összesen napi 619 egész valahány kilométer, és az első nagy díjjel indul 32 autó. Nagyon nagy a hőség, tehát fölforog. Az első napon kiesik 16 kocsi, a második nap kiesik 5 kocsi, és végül ketten maradnak versenyben, és itt jön a slusszpoén, hogy az egyik egy magyar zseni, egy autóversenyző zseni, Sziszt Ferenc, aki Renault-val versenyez, a másik pedig a nagy olasz, a Felice Nazzaro, ugye az olaszok nagyon jók, hogy herceg úrral beszélgettünk autóversenyben, az ő édesapjának is számos olasz versenyzőtársa van, ő egy Fiattal, mert mivel mással, és végül a Sziszt nyer. Mielőtt visszatérnénk ugye herceg úr édesapjához, azért említsünk meg két nevet, az egyik Csonka János, karburátor, ugye akik nélkül nem létezik autózás. Akkoriban, igen. Igen. A másik pedig Galamb József, aki magyarként, európaiként Amerika négykerékre ültetője, és Makorról, Szegedről és a budapesti Magyar Műegyetemről jut el, és meg ugye a T-modell dolgozik, amit kidolgoz a Fordnál, ez egy érdekes dolog egyébként, hogy kerül a Fordhoz is, mert a Cadillachez is elmegy még interjúra, és $2 többet ígér a Ford, mint a Cadillac. Hát ez nagyon sok, ez 20 dollárt jelent. $20 jelent hetente, és aztán ő alkotja meg egy másik magyarral, a Farkas Jenővel a Fordzont, az első mezőgazdasági haszongépjárművet, és még a sort nagyon-nagyon sokáig folytathatnánk napjainkig. Akkoriban mit szóltak egyébként az emberek ahhoz, hogy a arisztokraták, hercegek, bárók, grófok ennyire laza életet éltek? Én nem hiszem ezt laza életnek. Miért?
azért, mert az autóversenyzés az egy... Egyfajta úri sportként lehetett fel, egy úri sport, ugyanúgy, mint a tenisz, de a feltételek nagyon kemények voltak. Nagyon kemények voltak. Hát a svábhegyi pályák azok az európai hegyi túraszakasz versenyek, hegyi versenyeknek a része volt. Egyiknek a legnehezebb. Az egyik, így van. Híres volt arról a svábhely. Egy abszolút egy híres és nehéz pálya volt. Egyszerűen ez szokás, ez divat, ez elegáns, ez követendő, és egyáltalán ez egy kihívás egy férfi számára. De egyébként ezt a közemberek, ha szabad így mondani, nem fogták úgy föl, mint egyfajta ilyen urizálás? Nem. És abba gondoljon bele, hogy még az autósport hajnalán vagyunk. És talán Herceg úr is meg tud erősíteni, hogy ez egyfajta technikai csodának, technikai újításnak a használata, ami... Még sokkal erősebben, amit ottan javítottak a motorokon és a kocsikon, járműveken, minden, az mind aztán átment az autók mindennapi gyártásába. Igen. Az most folytatódik még most is, de akkor igazán olyan kivételesek voltak ezek a versenyek, hogyha valami javított a teljesítményen, az azonnal az egyik-másik autógyár átvette. Antal Herceg úr itt a beszélgetés elején említette ezt a bizonyos numíbiai sivatagi expedíciót, igen. Vagy nem tudom pontosan mi lehetett ez. Mit lehet erről tudni? Nem féltette őket a család? Nem volt idejük félteni, mert először átmentek a sivatagon, aztán írtak egy könyvet róla, és csak akkor lett elterjesztve az a tény, hogy ők autóztak. De hogy jött ez a gondolat, hogy rekordot szerettek volna dönteni, vagy csak volt egy nem. kis szabad idejük? És... Amennyit én tudok erről, és ezt a családban hallottam úgy más rokonoktól, akik meséltek mindig, hogy édesapám télen mindig Svájcba ment síelni. És azon a télen nagyon rossz idő volt Svájcban, úgyhogy nem tudtak síelni, hanem mindig csak ültek a hotelbe és unatkoztak. És akkor összeültek egy este a bárban, és azon tűnődtek, hogy hol van egy melegebb napsütés, mint itt a svájci hegyekben, és mit lehetne csinálni. Hát ott kint egy pár fokkal azért melegebb volt. Ott melegebb volt, igen. És akkor az az ötletük támadt, hogy hát Afrikában biztos üt a nap. Mit lehetne Afrikába csinálni? Ja, hát átmegyünk oda, mit lehet ott csinálni? Hát menjünk át a sivatagon, azt még senki nem csinálta. Ja, de honnét jön a pénz? És de apám azt mondta, jó, törődök azzal, mi kell? Hát kell egy gépkocsi. Na jó, mi van? Hát Almási dolgozott az Astor Daimlernél Grazban, és ő mondta, igen, ő tudna szerezni egy használt Astor Daimlert, de nincs a pénze hozzá. És apám azt mondta, ne legyen gond, én megveszem. Megvették másodkézből a kocsit, és két hónappal később már vitték Triestbe, hajóra tették Egyiptom felé. És úgy kezdődött az egész. És mennyi ideig tartott? Ez tartott egészen nyárig. Ők még átmentek a sivatagon, aztán Kártumba megálltak, ott visszaküldték a kocsit vonattal, és aztán hajó megint vissza Triestbe, de ők még mentek vadászni. Úgyhogy bölömbikát, és nem tudom is, elefántot nem, de valamilyen más állatot, zsiráfot azt hiszem, és még valamit, egy kafferbikát is lőtt édesapám, ami aztán Ozorán volt a szalonjában, a földön volt kiterjesztve ez a bikának a bőre és a feje, és én attól förtelmesen féltem, úgyhogy oda nem mentem be. Édesapja tulajdonában mikor került a Bugatti? Ez a típusú Bugatti 1924-ben jött létre, de azt hiszem, még 26-27-ben vették meg, és aztán versenyezték egész 30-ig. És akkor volt a 1929-es válság, ami miatt már sokan visszaléptek, és többek közt édesapám is. Most ez volt egyike az okainak, hogy ő visszalépett a versenyzésből, de az is volt, hogy akkor jegyezte el magát Aponyi Gabriellával, édesanyámmal, és Aponyi nagypapa kijelentette, hogy csak akkor veheti el a lányát, hogyha abba hagyja a versenyzést. És akkor jött Zicsi Tivadar,
hevadar, és kölcsönkérte a Bugattiát, hogy még versenyezzen, és két szezonig még versenyzett tovább Zichy Tivadar is, de akkor neki is kifogyott a pénz. És 1936-ban, amikor ön született, akkor még édesapja tulajdonában volt az autó? Nem. Ez valamikor eltűnt egy vagy két évvel Zichy Tivadarnak a visszalépése után is, és akkor nyoma veszik egész addig, amíg egyszerre 3 évvel ezelőtt kapok egy levelet Svédországból, hogy kérdezik tőlem, hogy ismerek-e egy Esterházy Antalt, aki 1930 körül autóversenyző volt. És én annak a svéd úrnak válaszoltam, igen, édesapám. És akkor kapok egy fölhívást, jaj, hát nálam van a kocsia. Hát mi történt? Ez a kocsi, ennek az alváza valamikor megjelent a piacon, de Magyarországon, és kapott ideiglenesen egy BMW motort. Akkor egy vagy két szezont azzal a BMW motorral versenyzett, de már a 45 után, úgyhogy kis versenyeken, és aztán megint eltűnt, és úgy látszik szétszették alkatrészekben, mert az illető svéd úr alkatrészben bepakolva ládákban megvette ezt a kocsit, és kicsempészte Magyarországról, és elvitte haza Svédországba, és kezdte összeállítani. És akkor rájött, hogy hiányzik egy motor, a BMW motor az nem az eredeti motorja volt, és ő szeretett volna egy igazi Bugattit létrehozni, tehát fordult a londoni Bugatti klubhoz, akiknek a számon volt tartva minden volt tulajdonosnak a alvásszám alapján a tulajdonos, utána nézett és látta, hogy hát Herceg Esterházy Antal volt. És akkor kezdett engem keresni, és mikor én kapcsolatba léptem a Michael Bejströmnek, úgy hívják azt az urat, azt mondta, nekem most fejezték be a kocsimat, el is mentem már kiállításokra, és úgy látszik, ez a kocsi most közel 1 millió eurót ér. Hát, jó. És akkor kérdeztem tőlem, mit csinál ezzel a kocsival, saját maga versenyzik? Nem, én nem vagyok versenyző, de szeretném ezt bemutatni, van-e lehetőség? És akkor kezdtük a kapcsolatokat a Hungaroringgel létrehozni, hogy nem lehetne ott egy Forma 1 verseny előtt bemutatni. És az létrejött. És úgy jött aztán az össze, hogy 2 évvel ezelőtt a Hungaroringen lett volna szabad egy kört csinálni. Most mi történt? Amikor mi fölálltunk, éppen bemutatták a versenyzőket, és húzták az időt, bennünket megindítottak, hogy mondták, hogy egy kör után aztán menjünk ki. És az egy kör után intettek nekünk, menjünk tovább, mert ezek még nincsenek kész. Tehát 3,5 kört csináltunk, míg aztán megindult a Forma 1. És milyen érzés volt beleülni édesapjának hát az autójába? Ugye én ültem a szerelőnek a helyén, mert ugye ezek akkoriban kétüléses kocsik voltak, de kétüléses úgy, hogy ez az ember így ült benne, mert olyan szoros volt. Bejström vezetett, és én ültem mellette. Ugye beöltöztem úgy, mint annak idején a fényképeken édesapám kinézett, sapkával fordítva, és a megfelelő szemüvegekkel is mindennel. És úgy forgattuk meg 3-szor. Én kérdeztem a Bejströmöt, hogy megengedné, hogy én is vezessem. És mondja, nem, hát ez a kocsi 1 millió eurót azért nem adok ki a kezembe. Azt mondja, jó, rendben. És ön egyébként örökölte édesapja után az autók iránti szenvedélyt? Hát igen. Elsősorban azzal kezdtem, hogy én saját maga szerelő lettem. Amikor egyetemista voltam, Belgiumban jártam egyetemre, minden fiatalnak, aki velem együtt járt, jóformán volt egy kocsija. A szülők azt mondták, jó tessék, a mi második vagy harmadik kocsinkat viheted, vagy veszünk neked egy kis nem tudom, topolinót, vagy valami kis kocsit. És én is kezdtem keresni, és hát rájöttem, hogy az én pénzemmel nem tudok kocsit venni. Aztán a végén kikötöttem egy Bontónnal, akinél volt egy 203-as Peugeot-ja, kabriolé.
kicsit rozoga volt a kabrió, de hát kabrió hát nekem gyönyörű, igen, ez kell nekem. Ja igen, de a motorja nem megy. Ja, mi baja van a motornak? Hát tudja, ki ismeri magát motorra? Kicsit igen, de hát nem túlságosan. Igen, a szelepek el vannak görbülve. Mondtam, az, mit kell azzal csinálni? Hát ki, le kell venni a hengerfejet, ki kell ezeket venni, újakat betenni, becsiszolni őket, új hengerfejszigetelést, és az egészet megint összecsavarni, és akkor talán fog menni. Hát én fogtam a hengerfejet, levettem, bevittem a konyhánkba, és kezdtem szétszerelni. Édesanyám el volt keseredve, mert egy hónapig nem tudott főzni. 6 évig ezzel a kocsival közlekedtem. 6 évig. Gyönyörű idő volt. Nagy élmény lehetett. Nagy élmény, igen. Viszont édesapja ugye sajnos elég hamar elment, ön elég fiatal volt, 8-9 éves. 45-ben, milyen példakép ön számára? Hát nekem mindig, én úgy emlékszem rá, hogyha szabadságra jött haza, az 2-3-szor történt csak meg, egyenruhában, hát nekem az egyenruha nagy benyomást tett, és akkor azt mondta, hát te már parancsnok, generális vagy, vagy nem tudom, már milyen rangod van. Szóval nem, én mindig karpaszományos őrmester vagyok, de hát ott vagyok a frontom, és védem a hazát, és védlek téged is, védlek anyádat is, védek mindenkit, aki itt él Magyarországon. És az nekem nagy benyomást tett. De hát édesapám ezáltal egy olyan égi, félisteni figura volt, aki megvéd bennünket. Édesapám nagy hazafi volt, és 41-42-ben, mint önkéntes bevonult, és a Donkanyartól egészen a budai hegyekig az egész visszavonulást végig szenvedte a hadseregével, és aztán Sári Sápnál hősi halált halt. És nem akartam elhinni, amikor jött a hír, hogy meghalt, hogy elesett, én azt mondtam, apám nem halhat meg, ő nem eshet el. Ő olyan kivételes valaki, hogy az egyszerűen nem megy. És aztán éveken belül aztán valahogyan beletörődtem, hogy az így van. De eleinte nem akartam elhinni. Hát legyen ez a végszó. Eszterházy Antal hercegnek és Bardi Teréziának köszönjük szépen, hogy ismét elfogadták meghívásunkat. Önöknek pedig köszönjük szépen, hogy ismét minket választottak. 2 hét múlva újra találkozunk. Addig is tartsanak velünk, viszontlátásra!